Hatalmas tömeg gyűlt össze Szabadkán a Zöld Szökőkútnál. A tragikus körülmények között elhunyt Tijana Juritra emlékeztek a barátai és a családdal együttérző személyek. Én is tanügyes vagyok, két gyereknek az apja vagyok, és hát, hát én is átérhettem volna ezt. Zsámiye, szimim a magyar, togózrasztá ilim, stáriú ilim, lájcsó állít, hovajsztrás. A közösen gyászolók gyertyákat gyújtottak a 15 éves lány emlékére. A kegyelet virágait is elhelyezték Szabadka központjában. A lakosok szerint elejét kellene venni az ilyen eseteknek. Hogy ezt meg kéne akadályozni az egész városban, az egész országban, mert ez szörnyű, ami történt vele. A másfél hete Bajmokról eltűnt Tijana Jurit holttestét szerda éjjel találták meg Zombor környékén. A rendőrség elfogta a feltételezett gyilkost, aki beismertetettét és megmutatta, hol ásta el a kislány testét. Dragán Gyuritra a legmagasabb büntetés, amely kiróható gyilkosságért, az 40 év szabadságvesztés.